Népzenei és néptánctábor is zajlik egyszerre párhuzamosan Mórahalmon, két külön helyszínen. Hogyan jöhetett ez létre és kiknek a szervezésében? Így van, most jelenleg párhuzamosan két tábor fut. Jelenleg a néptánctábornak, vagy inkább népművészeti tábornak a helyszínén vagyunk itt az erdei iskolában. Ezen népművészeti tábor a Rözögtető nevet kapta, Rözögtető népművészeti gyermektábor, mert itt Délalföldön a táncra jellemző a rözögtető csárdás lépés. És ez a tábor a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola és a Mórahalom Néptánc Egyesületnek a közös szervezése, és mindkét intézmény, mind szakmailag, mint anyagilag, pályázati forrásokból hozzájárult ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Hány napos ez a tábor? Milyen korú gyermekeket vártak ide? Az itteni tábor hasonlóan a zenetáborhoz 5 napos, tehát hétfőtől péntekig biztosítunk szakmai programokat. Az idei gyermektáborban 65-en jelentkeztek, és elsősorban az általános iskolás korosztályú gyermekeket vártuk ide, és ők 3 csoportban korosztály szerint szétbontva dolgoznak és tanulnak meg új táncanyagokat. Mi a helyzet a zenei táborral, a népzenei táborral, ott milyen érdeklődés mutatkozott? A népzenei táborban körülbelül olyan 35 résztvevő van, ott külön kezdőket és haladókat szétbontva tanítják őket az oktatók, akik Magyarországon elmondhatom, hogy kiemelkedő és első számú oktatója a népzenei vonalnak. Itt van például Virágvölgyi Márta, Sturman Jenőné, Nagy Gábor, valamint például itt van Kerékgyártó Gergely is Budapestről. Az érdeklődés például Horvátországból is érkezett hozzánk egy ottani kinti horvátországi oktató, mert a Virágvölgyi Mártát nagyra értékel és szeretett volna tőle tanulni. Mitől lesz ez a tábor népművészeti? Hogyan ötvözik a táncot és az egyéb népművészeti ágakat? Igazából, még ha pontosítani szeretnék, nem is népművészetem, összművészeti tábornak neveztük el az idén Rözögtető címmel, és kimondottan a tábor témája az idén a délalföldi hagyományok őrzése, és a délalföld megismerése, a szűkebb hazánk megismerése. Tehát a gyerekek tényleg a délalföld táncain, dalain kívül megismerkednek itt a szögedi papíccsal, a kékfestő anyag készítésével, és népi hangszereket is ma este meg fognak ismerni, a nyenyerétől kezdve mindenféle pásztor, dudát, citerát elhoznak ide szegedi zenészek, és próbáltunk minél szélesebb körben és sokféleséggel szolgálni a gyerekeknek a szűkebb hazánkról. Ezek a gyerekek már tanultak korábban is, néptáncot valamilyen formában ismerkedtek már a népművészetekkel, vagy van olyan is, akinek mondjuk ezek teljesen új dolgok? Hát néhány kezdő is van a csapatban, de igazából a művészeti iskola és egyesületünk növendékei. Hát itt az elsőstől a 8-osig mindenki megtalálható, és ennek függvényében ki 1, 2, 3, 5, 6, 7 évet is táncolt már, és van, aki könnyebben veszi a dolgokat, van, aki nem is, de egymás segítik, nagyon sok közös élményük van már. Egy ilyen hét, amikor csak erre tudnak koncentrálni, az mennyire készíti fel őket mondjuk a következő nevelési évre, vagy most teljesen új dolgokat tanulnak, vagy van közte ismétlés is, tehát ebből tudnak majd táplálkozni a következő hónapokban? De az itt kapott táncanyagból biztosan tudnak táplálkozni, viszont el kell mondanom, nem célunk az, hogy most itten koreográfiák, új anyagok készüljenek el, nem is lehet ennyi idő alatt ezt megtenni, de technikai tudásokat szeretnénk fejleszteni, illetve a tánchoz való érzékenységüket még csiszolni, illetve a közösségépítés a legnagyobb cél még itt, hogy együtt legyenek minél többet. Thank you.
Balla Lili vagyok, Szarvasról jöttem, és körülbelül olyan 7-8 éve kezdtem el táncolni a Szarvasi Hován Kálmán Művészeti Alapiskolában, és hát remélhetőleg a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni tánctanítással. Ökrös Dániel vagyok. Hát én azt hiszem, hogy 8 éves koromban kezdtem el táncolni, most 23 vagyok. Nem vagyok a jó matekból, az ilyen 15, igen. 15. Tavaly végeztem el a Magyar Táncművészeti Főiskolának az alapszakát, így aztán hivatalosan tudok tanítani. Most, hogy itt vagyunk Móralmon, és egy teljesen más közegben vagyok, mármint, hogy ugye nyilván a gyerekek is mások, a helyszín is más, mint megszoktam, és nem árulok zsákba, csak hát nekem ez az első táborom. Úgyhogy. Mit tanulnak a gyerekek ebben a táborban tőletek? Most éppen bukovinai székely táncokat tanulnak. Mit lehet erről tudni? A bukovinai székely táncokról. Hát, az egy érdekes dolog igazából, mert a bukovinai székely tánc szerintem, bár szerintem mások is azt mondják, elég egyedi. Annak ellenére, hogy székely, mert ugye a székely földön lévő táncok zöme azért valamelyest hasonlít egymásra. De ez azért ez egy kicsit más, ez biztos annak is köszönhető, hogy Erdélyhez és Ukrajnához is tartozik ez a terület, és sose volt sajnos önálló régió. Én úgy gondolom, ez egy jó kis bulis tánc, nem feltétlen ez a magyarkodós, peckes tánc, hanem tényleg egy kis bulizós, úgyhogy szerintem a gyerekek azok meg fogják szeretni. Hogy érzitek magatokat itt eltelt már ugye egy pár nap, már egy jó pár lépést itt át tudtatok adni, fogékonyak erre a táncra, hogy érzik magukat egyáltalán ilyen egy hét alatt, öt nap alatt, mit lehet átadni ebből a táncból, vagy egyáltalán lehet, hogy magából az egész népművészetből számukra? Hát én személy szerint nagyon jól érzem magam, nagyon aranyosak és nyitottak a gyerekek. Eleinte volt egy kis távolságtartás, meg ők másabb táncokat tanultak, de most már szerintem haladunk, kezdenek ráérezni, szóval minden oké egyelőre. Úgy gondolom, ez inkább egy ilyen ízelítő. Szóval, hogy egy hét alatt megtanulni egy táncot, az gondolom lehetetlen, viszont egy nagyon jó alapot tud adni. Nyilván ez gyakorlás is kell, odafigyelés, stb. Ugye ez egyértelmű, de mindenféleképpen egy jó indulási pont tud lenni, főleg, hogy egy tábor alatt foglalkozunk vele minden nap. Amikor hajlítasz, akkor nem történik se zárás, se nyitás, se semmi. Arra figyelj oda. Tehát nem az lesz, hogy nyitásra nyújtunk, zárásra hajlítunk, az egy másik táncének, az kicsit éjszakabbról van, az szatmár, gömör, meg ilyenek. Délatföldön minden egyes lépésre nyújtanak, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyújtani, ahhoz közben be kell hajlítani a kezdet. Próbáljuk ki még egyszer meg. Mindig mozog, mindig mozog, mindjárt lépésnél. Elég érdekes tánc az, hogy egész végig táncolsz a lánya. Gyere, balra mondjuk, és a hajlít. Egy, két, há, és. Nyújj. Hogyan és mikor kezdődött a szakmai kapcsolat az ismerettség Mórahalommal? Tavaly júliusban kaptam egy telefont Csonkáni Edittől, Simoncs és Pál barátomon, kollégámon keresztül, hogy szükség volna egy férfi tanára itt Mórahalmon, én pedig éltem a lehetőséggel, leköltöztem, és szeptember óta itt tanítok művészeti iskolában. Mik a tapasztalatok eddig itt Mórahalmon? Abszolút pozitív, nagyon szeretem a közösséget, a társaságot, a gyerekekkel is jó dolgozni. Persze vannak nehézségek, meg kezdőpedagógus vagyok én is, de egy abszolút pozitív jelenségként éltem meg ezt az egészet, így ez az elmúlt egy évben. Hát nyáron sem áll meg a munka, ezek szerint a néptánc területén. Ugye most itt egy táborban, egy népművészeti táborban vagyunk. Milyen táncanyagot adnak most át itt a gyerekeknek? Most a középső csoportra, három csoportra vannak osztva a gyerekek. Mi visszük Dalmával a középső csoportot, délalföldi oláhossal és lassú csárdással ismerkedünk, csipögetünk belőle, így a környéknek a táncanyagából leginkább tápéi és apátfalvi anyagból dolgozunk, de lehet, hogy holnap vagy holnap után egy kis Sándorfalviba is bele tudunk kóstolni. Tehát akkor az a cél, hogy egy kicsit a saját környezetű, saját tájegységük táncait ismerjék meg részletesebben? Igen, abszolút. A
tavalyi évben, tanévben ez abszolút elmaradt sajnos így az egész, tehát egyik csoportban sem került elő a délalföldi anyag, és jövőre tervezzük, hogy kisebbekkel elővesszük, valószínűleg így velük, hogyha ezt már megalapoztuk, és egy kicsit komolyabban kidolgozzuk az évvégi gálára. Egy ilyen néhány napos tábor alatt mi az, ami leginkább átadható a gyerekeknek? Húha, hát az alapok azok mindenképpen, meg sokkal gyorsabban lehet dolgozni, mint a heti két rendszerességű próbákkal. Hamarabb megmarad a gyerekekben, nem felejtik el annyira, igaz, annyira le se ülepedik, de nagyon, nagyon pozitív hatása van az évközbeni munkára is, hogyha tudunk előtte nyáron egy ilyen tábort tartani.